Sziasztok! Elérkeztünk a router tesztünk utolsó, befejező részéhez, amit tulajdonképpen összefoglalónak fogunk nevezni, mert érdekességeket, tapasztalatokat és számokat akarunk megosztani veletek, ami jellemezte ezen sorozatunkat. Kezdjük is az értelmetlen statisztikák rovatával. A teszt alatt 407.800 GB adatot kergettünk át a routereken összesen. Ugye ez visszaosztva 400 terabájtnyi adatnak felel meg. Ez kb. 8000 4K felbontású film adat mennyisége. Ezeket mind megnéztük. Mind. 7-szer. Visszafelé is. Csak vissza. A főszerepben. A routerek 16 féle felállásban voltak itt az asztalra össze, dugdosva egymással és felkonfigurálgatva. És hogy ez mennyi időt vett igénybe ezt mind-mind összerakni, lemérni, felkonfigurálni, lebontani. 10 napot dolgoztunk rajta összesen, hát napi 8-10 órában. 4 ember volt a tesztelőcsapat, általában olyan 2-3 ember volt itt egy időben. Ezúton is köszönjük nekik nagyban, hogy összetették ezt a szép sorozatot. És szabadba vágva, meg is említeném, hogy iratkozzatok fel a csatornánkra, és nyomjátok meg a csengőgombot, hogy a következő sorozatról sem maradjatok le. Az utolsó számadat, amit még el szeretnék mondani, a felvonultatott routerek lista ára 3,7 millió forint volt, tehát a 1072-esek, a 1036-osok, és visszafele az összes a hexig, ha összeadjuk, az 3,7 millió forint. És ebben már benne van a 6-szoros szorzó is, akkor gondolom így a van, kicsiknél. Igen, igen. Egy vajon. Az előző részeket áttekintve, nekem az az érzésem támad, hogy a magáról a mérési metódusról és a szerverekről kifejezetten keveset beszéltünk. Esetleg ezt még egészíts ki, Geri. Akkor gyorsan nagy vonalakban fussuk át még egyszer a szervereket. Két fizikai szerverünk volt, melyeken futottak virtuális szerverek. A normál teszteknél, tehát a nem multipontos teszteknél 90-90 virtuális szervert generáltunk oldalanként, és ezeknek a forgalmát hajtottuk át a routeren, de a forgalom hogy jött létre? DHCP-től osztottunk címeket ezeknek a szervereknek, elindultak, fölvették az IP-t, majd keresztbe kicserélték ezt az IP listát, hogy náluk milyen IP van, és mindegyik kis virtuál szerver véletlenszerűen választott egy ellenoldali szervert magának, és letöltött onnan először egy, aztán 4, aztán 8, aztán egy 50 gigabájtos fájlt. És ugye ez történt A oldalon, ugyanezt történt B oldalon, tehát keresztbe ilyen véletlenszerű kapcsolatok nyíltak és záródtak. A multipont felállás volt egy kicsit más, ugye ott 6 VPN csatornával dolgoztunk, ezért, hogy egyszerűsítsük a dolgunkat, 6x30 szervert indítottunk az egyik oldalon, ugye külön VLAN-okba szedve, és 180-at a másik oldalon egy VLAN-ba belerakva. Szép számok. Csak azt akartam mondani, hogy ez a sok-sok virtuális gép, aki 50, 40, meg 10, meg gigabájtos adatokat töltöget le egymásról, az olyan, mintha szimuláltuk volna a Schöherz kollégium fájl megosztó rendszerét. Egyébként tényleg. És nem véletlenül dobtam be példának a 4K filmeket. És ha jól emlékszem, akkor elértük a szervereinknek a bottleneckjét, vagy teljesítő képességének a határáig hajszoltuk a szervereket. 13 gigabit volt a maximum, amit ki tudtunk sajtolni belőlük. Ha esetleg 21-ben csinálnánk egy újabb tesztet, akkor mivel kéne többet pakolnunk a szerverbe, vagy hogy kéne máshogy mérnünk, hogy meg tudjuk izzasztani esetleg a 72-est meg a 36-ost is? Eleve az a helyzet, hogy a routereinken nincs azért túl sok 10 gigás port. Összesen két olyan modell volt, aminél egynél több 10 gigás interfészünk volt az eszközön, tehát ez már eleve egy ilyen hard korlátot képezett a tesztek során. Természetesen a CCR1072 esetében, ahol 8-10 gigánk van, ott több szerverrel nagyobb forgalmat tudtunk volna generálni.
Alapvetően a sok magos eszközök esetében akkor tudunk optimális terhelést produkálni, hogyha nagyon sok flow van a rendszerben. Tehát ha több flow-nk lenne, az operációs rendszer azt jobban szét tudná osztani a magok között, és így hatékonyabban használnák a router erőforrásait. Vannak viszont olyan szoftver megoldások jelenlegi router OS-ben, amik még az egészen régi időkből származnak, ilyen például az OpenVPN és az SSTP VPN implementációik is, ami gyakorlatilag teljes egészében szoftverben íródott, nincsen semmiféle hardware gyorsított komponense, éppen ezért ezek nem tudnak semmit sem profitálni az eszközöknek a továbbfejlett hardware képességeiből. Ezeknek egyik legfontosabb limitációja az, hogy ezek csak single core, single process megoldások, tehát egy CPU mag fogja mindenképpen kiszolgálni a forgalmat. Jelen esetben, ha nézzük a 72 magos CCR-t, nagyon sok CPU magunk van, de az általános forgalmat láthatjuk 0 és 1 százalék között, még egy mag gyakorlatilag 100%-on jár és futtatja ezt az SSTP forgalmat. Köszönjük szépen! És itt szeretném megkérni a hallgatóságot, hogy amennyiben van ötlete, hogy mégis hogyan tudnánk tovább tesztelni, a 2021-es router tesztben milyen méréseket végezzünk, mire lenne szükségetek, hogy megnézzük a felsorakoztatott routereken, esetleg újabb modelleket is be lehet ajánlani, hogy miket kéne még megmérnünk. Ne habozzatok, írjatok, kommenteljetek, vegyétek fel velünk a kapcsolatot, és megpróbáljuk beépíteni a soron következő router tesztbe a javaslataitokat. Geri, van nekünk ötletünk arra, hogy hogy kellene a következő évadot csinálni, már most esetleg? Ó, hogyne természetesen, hiszen itt kopogtat a Router OS 7, és ott azért ígérgetnek különböző multikor megoldásokat a Router OS 6-hoz képest. Az IPv6-ot nem tudtuk lemérni, kíváncsiak lennénk, hogy hogyan teljesítenek a routerek IPv6 környezetben. Amúgy gyanúink szerint pontosan ugyanúgy, mint IPv4-nél, de hát amíg nem mérjük meg, addig ezt nem fogjuk látni, illetve valamilyen multikasztos, konfigos, történetes, terhelőforgalmas dolgot még bele lehetne vinni a következő évadba. Csupa nyalánkság. OpenVPN esetén pedig az OpenVPN kedvelőnek van az a jó hírem, hogy a Router OS 7-ben már működik az UDP alapú transport is, tehát ott már egy eltérő OpenVPN implementációval állunk szemben. Teljesen jól elképzelhető az is, hogy hatékonyabb lesz az hardware erőforrások használatával is. Ó, igen. Akkor nincs más hátra, mint elköszönnünk. Köszönjük megtisztelő figyelmeteket, hogy végignéztétek ezt a sorozatot is. A következő sorozatunkig. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!